Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis hardware bemutató, ritkán szoktatok azért látni tőlem ilyesmit, de most jöjjön ez, és itt látod, hogy a Rocket Iron egeret nemrég vásároltam meg, mert a régi egér most már, hogy úgy mondjam, kezdte feladni a harcot, eleget klikkeltem, úgyhogy ez az egér mellett döntöttem, mert úgy gondoltam, hogy egy ilyen árérték kategóriában teljesen rendben van, de annak, aki mondjuk tanástalan abban, hogy milyen egeret vegyen, annak gondolom, hogy egy jó ötlet lenne mondjuk, hogyha összehasonlítanám a kettőt, és látná a különbségeket, hogy mit tud nyújtani ez az egér, és mit tud nyújtani mondjuk az az egér, ami egy kifejezetten mondjuk olcsóbb kategóriába tartozik, bár úgy gondolom, hogy versenyben, ha lennének, azért elég közel állnának egymáshoz, csak az az igazság, hogy a régi egerem, hát egy kicsit elklikkeltem, de majd azt is hamarosan fogom mutatni. Tehát nagyjából így néz ki az egér, nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, és nem, ugye többnyire azért FPS-ekkel játszom, és nem csak FPS-ekre van tervezve, mint láthatjátok, 16 programozható gombja van neki, úgyhogy, és ami a legcsodálatosabb és nagyszerűbb benne, hogy minden gomb gyakorlatilag kézre esik, és nincs a legond. Úgyhogy hamarosan be fogom dugni a számítógépbe, és megnézzük működés közben, szoftverikusan és különböző adatokra lebontva. Nos, íme az egér működés közben, jelenleg sárga fényben világít, mert most, hogy azt tetszett nekem. Sokféle színbe be lehet állítani, arra rátérünk most később is, de akkor jöjjenek némi technikai adatok. Mint mondtam, nem tudom, hogy mondtam, de 16 programozható gomb van rajta gyakorlatilag. És mindegyik gomb, tehát ami nagyszerű ebben az egérben, hogy mindegyik gomb gyönyörű, szépen módon kézre esik, a másik nagyszerű, hogy véletlenül nem tudod őket megnyomni. Nekem egy olyan, hát olyan közepes tenyerem van mondhatni azt, vagy lehet, hogy kicsinek is számít, vagy nem tudom. A lényeg, ami lényeg, hogy félek mindig, mikor egeret kell választani, mert szűr random rendeltem ugye gyakorlatilag Amazonról, így nem tudtam kéz alá venni, kipróbálni, hogy mekkora, hogy kézre esik-e. De és az a jó, hogy azt mondom, hogy egy ilyen közepes kéztől egészen nagy kézig, kis kézig, valahogy egy olyan ideális mérete van, de azt hiszem, hogy a közepes kézhez a legjobban működik, és a gombok, az oldal, amit láttok, hihetetlenül fantasztikusak, tehát minden, főleg ez az alsó gomb itt, Ez egyszerűen igazából most nem tudtam eldönteni, hogy mire állítsam be, hogy fekvésre, hogy késelésre, hogy anyám kínjára, mert annyira kényelmes, hogy csak egyet így le kell bökni, hogy egyszerűen meg kellett gondolni, hogy melyik az a tulajdonság, amit a legtöbbet használok mondjuk például. De az oldalán lévő gombok is, ez a két gomb hihetetlenül kényelmes. Itt ugye fölül van neki egy ilyen kis pöcök, mindig visszaáll nullába, arra állítod azt is gyakorlatilag, mire akarod, nagyon ügyesen ki van találva, és aki felböksz, azonnal reagál. A görgője gyakorlatilag, jó, szépen fénylik, igen, tudom, van a középén az a fekete sáv, nem csúszik rajta az új, szépen kényelmes, nem beszélve arról, hogy olyan szinten lehet optimalizálni az egeret, hogy a görgő sebességét is be tud állítani, úgyhogy ha netán túl gyorsnak érzékelnéd ezt a kis görgőt, akkor hát fogod és lejjebb veszed, és akkor még, hogy úgy mondjam, kevésbé érzékeny, és mondjuk jobban tudod szabályozni a fegyverek közti váltást, de nekem például egyes bizonyos fegyverek, bizonyos játékok, tök minden például beállítottam erre a gombos, mondjuk csak felbökök egyes egyenesen, az a fegyver kerül a kezembe, aminek kerülnie kell. Nos, ugye itt van még ez a két gomb is, tehát minden gomb az igazság, hogy World of Warcraft-tól, Battlefield Call of Duty-n keresztül minden játékra be tudod optimalizálni. Tenyérbe illeszkedve, kurva kényelmes, nagyon jól ki van találva, egyszerűen fantasztikus, tehát nem tudok, tehát egyszerűen marha jó, tehát na, ez van. Ebből a szempontból nagyon-nagyon súly szempontjából kényelmes, nem túl nehéz, egy olyan közepes súlyú, de hamarosan össze fogom hasonlítani vele, és akkor kaptok egy teljesebb képet, csak hogy most szóljon a műsor róla. És hol tartod? Igen, súlyra
És para ugye egy, hát ugye egy gamer vagy, akkor tudod, hogy az egérnek a súlya az rohadtul fog számítani, és para, és attól féltem, mivel hogy ebben nincsenek szabályozható súlyok, tehát nem tudsz benne kicserélni semmit, ezzel ellentétben. Így aztán paráztam, hogy amikor megveszem, akkor mennyi lesz a súlya neki, és tudnak valamit ezek a rockettes srácok, mert nagyjából ugyanolyan súlyban van, mint a régi, egy kicsit könnyebb, és hát meg is tudom nektek mondani, hogy hány grammos, bár nem hiszem is, hogy nagyon számítana, hogyha sokat mondanék, vagy hát végül is, de igen, sokat számítana. Nos, sok-sok keresgélés után a súlyát nem találtam meg, úgyhogy egyezzünk ki abban, hogy egy ilyen ideális középsúlyú egér gyakorlatilag. Nem kell túl nagy erő, hogy elmozgast, és nem kell tehát kis erőre sem mozgat el. Szóval, hogyha arról van szó, hogy erősen hirtelen reflexből kell számíts, vagy odarángasd valahova, megfogod, pont az az ideális súly, és kényelmesen tud rángatni. Viszont más van, amit kiderítettünk róla, gyakorlatilag van benne egy 32 bites processzor, memória, gyakorlatilag mindent be lehet állítani. Ja, igen, és a processzor, memória, mindezek egyébként arra szolgálnak, igen, esél le, hogy gyakorlatilag akár, hogyha fölemeled az egeret az asztalról, még akkor is képes gyakorlatilag egy távolságot számolni, hogy mennyi az az idő, amíg fölemelted, odébb vitted, letetted, hogy bármikor, amikor játszol, ne legyen az, hogy eltér a sebességed. Tehát mindig megőrizze azt a sebességet gyakorlatilag. Na, nagyszerű egér, azt kell, hogy mondjam, hogy miért ezt választottam, nem azért, mert ez volt jelenleg a legdrágább, biztos, hogy van drágább is, néztem olcsóbbakat is, sok review-t néztem róla, tehát gyakorlatilag végigböngésztem a YouTube-tól, Google-on keresztül, hogy mi lenne az ideális. Az ötletet nem magamtól szedtem, először ezt az egeret láttam, volt Level Cap-nek a videójában, és mikor megláttam, gyakorlatilag azonnal beleszerettem. És gondolom, hogyha veszek egy új egeret, akkor valószínűleg ez a kategória lesz, mert valahogy éreztem, hogy ez jó lesz, főleg egyrészt a gombkiosztása miatt, és most így a kezembe tartom gyakorlatilag a súlya és a többi az érzete miatt is nagyon jó kis egér. Természetesen, de mint szoftverikusan is mindenre egyelőre fantasztikus. Na most, ugye itt van a régi egerem, kicsit hozzuk közelebb. Vannak dolgok, amiket sajnálok, hogy ezen például nincsenek rajta, vagy nem úgy vannak megoldva, mert ez a régi egér azért jobb benne. Csak egy apró gondom van most már ezzel a régi egérrel, és szerintem hallani is fogjátok, hogy egy kicsit közelebb viszem a dolgokat. Ez az egyik klik. Ez a másik klik, és most így lassan 4 év után, vagy még több után elklikkeltem gyakorlatilag, és a játék közben is éreztem egy ilyen késést, és ne, vagy nem mindig reagált gyakorlatilag a lenyomásra, úgyhogy ugye 4 év után szerintem nem is rossz, hogy megadta magát, viszont ennek az egérnek azon belül a hardware-ikusan nagyon jó struktúrája van. Például a kettő közötti különbség, ami feltűnt, és nagyon sajnálom, hogy nincsen, az, hogy ennek a hátulja, amint látjátok, hát ilyen műanyag valami, vagy ami szokott lenni a legtöbbször az ilyen egereknél, gamer egereknél, és sajnálom, hogy ilyen, mert hogy ennek az egérnek az alján kerámia, kis ilyen apró gombok vagytok, amint látjátok. Ugyanaz a lézer szabályzó van benne, mind a kettőben, elég jó minőségű és magas minőségű lézer szabályzó, viszont ezek a kerámia gombok, ami itt vannak, olyan egyenletes, gyönyörű mozgást tudnak produkálni, hogy el se hiszitek. Ennek ellentétben ennél azért érezni egy kicsit azt az ellenállást. És persze, hogyha reakció időről van szó, akkor az ellenállás, amit produkál ez, az azért
valószínűleg különbséget is tud jelenteni, mert ez a másik pedig, ugye, hogy ennek az alja, ez kopni fog, és koszolódni fog, úgyhogy elég gyakorisággal meg kell fordítani, és le kell szedni róla a port és a különböző szöszöket, mert valahogy így vonza magához. Az érdekessége volt nekem már olyan egerem, aminek ilyen alja volt. Az érdekessége az, és a gyönyörűsége, hogy hát valahogy nem zavarja be a lézert. Szóval, hogyha nagyon poros lesz, vagy koszos lesz az alja, a lézert nem fogja bezavarni, úgyhogy hát ja, na mindegy. De ennél gyakorlatilag semmit nem kellett csinálni, csak húztál egyet az ujjadon, hogyha úgy érezted, hogy valami nem stimmel, de sose érezted azt, hogy nem stimmel valami, mert mindig azonnal és nagyon-nagyon jól reagált. Én nem használok már egérpadot, úgyhogy koszolódik az egér. A másik kettő közötti különbség, hogy a régi egér például, ami most mondjuk egy ilyen fontról fogok tudni csak beszélni, ő belekerül egy olyan 70 fontba, ő meg belekerül egy olyan 30 fontba a jelenlegi ár szerint, és bizonyos szempontból azért ugyanazok a tulajdonságokat hozzák. Ennek a neve ugye Revoltech Fight Mouse Elite, ajánlom szeretettel bárkinek, aki mondjuk egy gamer egeret szeretne venni, és egy olyan 10-15 ezer forintos kategóriában keris, mert ez az egér verhetetlen árkategóriában és árérték arányban gyakorlatilag, és azt kell mondjam, hogy simán fölér például ezzel is. Nos, mit tud például ez az egér ehhez képest, amit nagyon sajnálok, hogy például ezen nincs, de akkor valószínűleg annyival drágább is lenne az egész történés. Ennek a például egy ilyen apró tulajdonsága van itt. Na, gyere ki. Egy kézzel egy kicsit ügyetlen vagyok. Ja, igen. Ugye ebben vannak szabályosító súlyok, ami azért manapság nem rossz, ha van egy egérben, de nem is egy olyan nagyon muszáj. Mindig minden súlyt belerakok, mivel a hirtelen reflexem, a hirtelen rántok, szeretem jól szabályozni az egeret, hogy úgy mondjam. Annak viszont ugye nincs semmilyen cserélhető súlya, semmilyen cserélhető módja, szóval, hogyha például neked kisebb kezed van, és azt mondod, hát nekem egy kisebb egér kell, akkor gyakorlatilag meg fogod tudni oldani azt a gondot is, ugye is van neki egy ilyen második része, ugye a kettő között a különbség, hogy hát látszik, nem? És akkor ezt is be tudod oda rakni, és nagyon boldog új egér tulajdonos vagy, egy kicsit kisebb, és van neki mind a kettőnek gyakorlatilag itt van ez a új támasz, sőt, ugye a második felének, ahol egy kicsit nagyobb lesz az egér, kettő darab új támasz is van, úgyhogy a gyűrűs súly és a kisúly is tökéletesen ráfér, de erre majd kitérünk. Ennek nincsen gyakorlatilag egy ilyen új támasz, úgyhogy ha ráteszem a kezem, azért a kis ujjam egy kicsit érinti az asztalt. Mondjuk nem rossz, mondtam, volt egy hasonló kiosztású egerem régen. A kis ujjal tudtam végül is szabályozni azt, hogy mennyire gyorsan reagálni, vagy hogy hol állítsam meg, mert ösztönből, ahogy húztam az egeret, a kezemet befordítottam egy kicsit, és a kis ujjamat gyakorlatilag szabályoztam, hogy hol állítsam meg az egeret, mondjuk, hogyha hirtelen kellett célozni. Viszont nagyon gyorsan rászoktam ennek az egernek a kényelmére, mert hogy gyakorlatilag a gyűrűsúly, kisúly szépen ráilleszkedik, és nem érinti semmi sem az asztalt, emiatt az apró tulajdonsága miatt ez a kis Revoltech Fight Mouse Elite magasan veri ezt a rakettájont ebből a szempontból. Egyszerűen a kényelme miatt. Szóval nagyon jó. Ennek is a gombkiosztása kényelmesen beesik gyakorlatilag. Kivéve ezt a gombot, de ez DPI sebességállításra van. Nem is lehetett programozni szoftverikusan sem. Viszont kevesebb programozható gombja van, mint ennek. Úgyhogy mondjuk World of Warcraftosoknak ezt a Revoltech Fight Mouse nem ajánlom, mert ez inkább ilyen shooterekre készült kifejezetten ebből a szempontból. És arra viszont nagyon tökéletes munkát végzett. Ennyit vélnék felfedezni különbséget a kettő között, ami az egyetlen zavaró tényező számomra, hogy ugye, hogy a kéznek nincs meg az a kényelmessége, illetve hát ez a kis apró csúszás dolog, vagy gumi, vagy amit beraktak ide,
gyakorlatilag ez el fog kopni, az soha nem kopik el. Annak úgy látszik, csak a klikkelője kopik el, ami ennél is előfordulhat. Úgyhogy egyelőre úgy nézem ki, hogy az új egerek közül, ha valakinek van rá pénz, és nem sorolja, nyugodtan ajánlom a Rocket Ion-t, főleg azért, mert jó minőségű, és pöpeckis egér, úgyhogy hát, ja, nagyjából ennyi lett volna, és ajánlom szeretettel a másikat is, akinek mondjuk nincs pénze, de egy professzionális nő jó kis egeret keres magának, nagyon elégedett lesz mind a kettő változattal. Most jön egy kicsit a szoftver része ennek a Rocket Ion-nak, ami azért megint csak rárak egy dolgot erre az egészre, és némi fejtörést is abból szempontból, bár egyszerű a szoftvere, de ennyi mindent beállítani a egérnél nem értem, hogy minek kell. És a, mondjuk nagyon sok ilyen eye candy, ilyen optikai tuning dolog van számára. Mind a kettőnek, ennek is van egy szoftvere, csak egy kicsit letisztelő, sokkal egyszerűbb. Mind a kettőt hasonló módokban lehet programozni, csak ezt a Rocket Ion-t egy kicsit többféle módon lehet. Amint látjátok, gyakorlatilag ugye különböző érzékenységi opciók, még azt is, hogy horizontálisan mennyire legyen érzékeny az egér. Tehát nem, hogy csak úgy mozgatjuk össze, viszont nem, csak horizontálisan válik annyira érzékeny, nem, vertikálisan már nem. És itt van még a magát a görgőt is lehet szabályozni, hogy mennyire legyen érzékeny gyakorlatilag. Az összes gombját be lehet lőni, amit csak szeretnétek külön. Természetesen makro is van rajta, de ha én tudok valami idegesítő, szörnyű dolgot, a makro, nem tudom, egyszer ennél, mert a régi egérnél is lehetett makrot állítani, hát egyszer kipróbáltam egy Code 4-nél, ilyen a G36C-t beállítottam makróra, hát idegrohamot kaptam tőle, amikor így lenyomtam az egérgombot, ugye be volt állítva makról, így lenyomt az egérgombot, és valami olyasmit csinált, amit én nem akartam, hogy csináljon egy idő után, mert hogy ne csináld ezt, a makró én nálam le van írva. Advanced Offset-nél, tehát XY beállítása, és vertikális horizontális sebessége ugyanúgy be lehet állítani mindent. Automatikusan is kalibrálja az egész dolgot. Color, tehát gyakorlatilag ami optikai tuning, ilyen szemnek való édesség című történet, minden szart be lehet állítani, de saját szint lehet létrehozni, vagy gyakorlatilag mondjuk lehet módosítani őket, hogy villogjanak. Mondjuk ez legyen zöld, ez meg legyen piros, és szépen külön fognak mozogni is. Még azt is be lehet állítani, hogy így az összes szín fogjon és változzon, ami nagyon beteg. Tehát megint csak. De ilyen apró dolgokat lehet vele csinálni, és természetesen, de ez csak ugye, hogy gizda a dolog. Emiatt lehet vele csinálni, de itt dől el a lényeg, és itt dől el az, hogy mennyire fogsz tudni jól reagálni. Kicsit nehéz lesz számomra is megszokni az új gombkiosztást, hogy úgy mondjam, hogy egy kicsit több gomb van, emiatt macera. De amúgy játék közben hihetetlenül sima, azonnali precízes, és mivel hogy ugye ez egy kicsit nehezebben csúszik, kompenzálja ennek a súly nagyságát és könnyedségét, ezért szinte azonnal, kellett az egy óra, kettő, hogy átszokjak, de szinte azonnal megszoktam a kettő közötti súlykülönbséget, úgyhogy nagyon, nagyon jó munkát végeztek ezzel az egérrel, csak ajánlani tudom. Remélem hasznos volt a kis bemutató, és ennyi, nagyjából remélem, hogy hasznát vettétek az információknak, hogyha kerestek, hogy egy új egeret vegyetek. Mind a kettőt szeretettel ajánlom, hogy melyik győzne árérték arányban, nem tudnám eldönteni. Természetesen ez drágább, de van tőle jobb, a kettő valahol ugyanott van, és a kettő őt, hogyha elkezdünk utána nézni interneten, mind a kettőt nagyon tudják dicsérni, és azért is választottam őt, választottam volna drágábbat és olcsóbbat is, mert egyszerűen, ahogy elkezdtem utána nézni a dolgoknak, emberek véleményének, a bemutatóknak, mindennek,
jelenleg, ami kint volt a piacon, még a tőle nevesebb márkáknál is jobb értékelések készültek gyakorlatilag erről a Rocket Tire-ról, mint a többiről. Főleg ilyen kicsit berekedtem, szóval főleg ilyen, hogy is mondjam, ilyen hosszú távú befektetés című alapból jobb bemutatások, vagy jobb értékelések készültek, mint a tőle drágábbaktól, vagy olcsóbbaktól természetesen, és hosszú távú befektetés alatt azt mondom, hogy meddig fogja bírni. És hogyha egy ilyen 3-4 évig bírja, egy ilyen intenzív használatnak, mint amivel én szoktam használni, akkor ez az egér teljes mértékben ki fogja szolgálni az árát. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocream voltam, sziasztok!